alap probléma, amivel az egész magyar társadalom küzd, hogy amikor egy hátrányos helyzetű gyerek bekerül az iskolába, akkor nem érti meg az egész rendszert, sőt, a szülő se érti meg, mert az iskola verbális beszéd alapon épül föl, ennek a hátrányos helyzetű gyereknek nincs verbalitása, ő nem tanult meg a beszédet olyan mélysége, ahogy az iskola megkövetett, sőt, a szülei sose tanulták meg úgy. És ez a gát, ez csak nő, ő képtelen, a szülő nem érti meg, mi zajlik az iskolába, a gyerek ugyanúgy nem érti meg, és így potenciális munkanélküli képzés folyik Magyarországon csillagászati összegekért. Mert a költségvetés szempontjából az iskolarendszer csillagászati pénzeket fogyaszt el, tehát az iskola pedig ugye... Na de bármennyi forintért teljesen hiába való terméket kibocsátani, vagy kifejezetten károsat, az az nagyon. Az is egy tényszerű szám, ami az én gyerekkoromban nem volt ilyen szám. Közel sem, ami most tényszerű, hogy kérem szépen, 10 születő gyerek, kisgyerekünkből, az 6 cigány származású. Ez 6 év múlva ők bekerülnek ugyanebbe az iskolarendszerbe, és ugyanezt fogjuk úgy, hogy a magyar lakosság nagy részét analfabéta képzésre neveljük át.